Romhányi József interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új Bárányi riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak rimmese, hogy piroskát önfalta fel. Talán az is hamis vád. Nem hagyott ne belőle mást, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástól mit kinemeszeltek, én még az almát is hámoz veszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghűtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok. A vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam önnél szabály, hogy csak friss húsárút zabál. Kacsa, füvet rágok, lamhán legelészve, zsengít, hogy a gyenge gyomrom megemészze. S meddig lesz önnél a jó hús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!